Tisztelt és szeretettel üdvözlök mindenkit. Megérkeztünk a nagyvázsonyi Kinizsi vár parkolójába. Szép nagy. Itt állunk a Suzuki-val. A vár 200 méterre van. Egész napra, hétfőtől vasárnapig 500 forintot kell fizetni. Az a lényeg, hogy addig szorod bele az 500-ast, ameddig meg nem tálik, mutatja, hogy 500, és akkor kéred a jegyet. Megérkeztünk a Kinizsa vár elé. Ott a bejárat. Az impozáns lakótornyot láthatjátok. Mögöttem van ez a várbrisztó. Nyitva van. Egy példa. Brassói apró pecsenye, szűzből, leheletnyi szarvasgombával, 4190. Van itt 4000 alatt, 4000 fölött, 5000 ér, minden ér van kaja. Itt, ha fölmentek, ott a Posta Múzeum, ott a Kinizsi szobor, ott van egy várcsárda, előtte még valami másik kajálda is, ott a csárda. A pálos korostor rom az egyenesen található, ez körülbelül 800 méterre arra, mutatja itt a vár. Látjátok? Gyönyörű. Aha, szerintem a hölgy itt kéri a jegyeket a bejáratnál, a jegyvásárlási toldat lesz ott, hogy elnézem. Na, itt vannak az árak, 2024-es árak, és itt jobbra a kávézó épületében tudjátok megvásárolni, mutasd a felnőtt legyet, Bella. Ilyen a felnőtt belépő, és látod, két felnőtt belépő. 6600. Itt a bejáraton, itt a kaputoronyba középen helyezték el egy lőrésben, egy ablakban a Kinizsinek a gyönyörű mellszobrát. És most belépünk. Átadjuk a jegyet, hogy megvettük. És belépünk ide a vár területére. Kinizsi vár fejlesztésének története. Balra, jobbra Nagyvázsonyi vár, a Kinizsi várnak a barbakánya, tehát úgy tudjátok, ugye a kapu erődítmény, oda van írva. Kapu erődítménye. El akarod olvasni? Pauzézd le, aztán olvasod. Gondoltuk, még mielőtt tovább megyünk, barbakánnak a lőrésszerű ablakokhoz fölmászunk, védték a kaput a katonák. Még mielőtt át nem megyünk a lakótorony belső várnak a területére. Aki volt általános iskolás, az, tehát az tudja, hogy mikor iskola kirándulásokon szoktunk kirándulni, ezt szoktak minket hozni a Nagyvázsonyba,
és akkor voltam talán utoljára, bár a feleségem azt mondja, amikor megismerkedtünk, hát az már 28, vagy már hány éve bel? 28 éve állítólag valahol, valamikor útba ejtettük itt Nagy Bázsonyt, és bejöttünk ide, de már nem nagyon emlékszem. A kávézó, ihattok, láttam, csapolt sört is kaptok, kávét, mindent, üdítőt. Bent van egy ajándékbolt is balra. Tudtok vásárolni ilyen hűtőmágnest, mindenféle szuvenyírt. Na, a kívülről mutattam a Kinizsinek a mellszobrát, az ide van helyezve. Tehát itt le van zárva, nehogy véletlenül valaki itten kiessen. Valóságos vizesárok fölött a kapuhíd, a feleségem ott áll. Ott csörgedezek. Hallani a hangját, hallod? Itt az egész dombságból ered a víz mindenhol. Ahol megálltunk a várparkolójába, ott is ered, ki van írva nem ivóvíz, többfelé csörgedeznek az erecskék, és ugye ez adta ugye a vizesároknak a, hát a vizet. Gondolom régen még jobban folyt. És ugye aki itt a Barbagánt elfoglalta, az ellenség mondjuk, ha elfoglalta volna, akkor úgy tudod volna betörni, hogy itt ebbe a farkasverem. Hát igen, farkasverem. Na, ha látod, okosabb lettem, unáló, beolvasom. Itt a farkasverem. Na. Beléptünk. Műszaki terület, oda nem mehetünk be. Hú, hát a gyerekek, itt lehet sétálni. Mindenfelé. Jó, akkor először menjünk be, azt mondja a feleségem. Kérjük, használják a másik lépcsőt. Jó, dobálnak pénzt, itt is csörgedezik a víz onnan át. És a másik oldalról látjuk Kinizsi pásír emlékét. Itt van.
Na ez volt a hajdanán a török verőnek a vára. Itt mentünk be. És itt a barbakán. Az előbb a Kinizsi várnak a kő maradványait és a pálos korostornak a maradványait néztük meg, illetve a Kinizsinek a síremlékét. Láttátok a videóba. Itt meg most már a vászmester vára. Hát a vár történetét mutatja igazából ezek a helységek itt be, és megnézzük. Beállhatsz lábelé kell nézni. Vázsony, mint végvár. Na így képzeljétek el. Ott volt az ágyú. Látod? Még mindig itt a földszinten vagyunk, de ez már maga a lakótoronynak a földszintje. Azt mondja, hogy a vár uradalom gazdasága. Be fogja itt mutatni. Na látod. Emlékeztek Urkótra? Nézzétek meg azt a videót, érdemes. És menjetek el ti is oda. Mutatja ezt a vaskos kaput a feleségem. Hát igen. Kibírja ezt az éveket, az biztos. Kovácsolt vas. Az állatok. Figyeld a disznót. Szegény kis madár, szegény Nuszi. Ez igazi külső. Ez az én is kamra. Na hát. Ott vannak a szegények. Azok amúgy szobrok. Igen, azok az ilyen. Gabonás láda. És jó, régen voltak igaziak. És látod, azokból készítettek ilyen húsit. Igen. Azt a húsikát. Hát mi volt? Igen. Nem. Ez meg itt egy borúsít, ami nem tudom, hogy... És föl fogunk majd itt menni. Ez a rész le van zárva, ez a lépcső. Azt írja, hogy menjünk ezen a kőlépcsőn, ahol a várkapitány is lépkedett. Nézd oda. Hogyan van kopva, mi? Följöttünk. Szembe a lakótorony. Nap irgalmatlanul süt. És itt vannak ilyen kiállítások, bemegyünk ebbe. Jó, akkor... Ja, ez körbe megy teljesen.
Szabács viadala. Akkor itt vannak ruha próbák. 8-as. Ez hányas? 9-es. Itt fényvetítés is van. Itt lejött, aztán nézed a filmeket. Megvan, hogy mikor mi megy. Vigyeld ezt a kemencét. Erre megyünk, mert erre nagyobb a csönd. Itt aztán már annyi gyerek van. Ezt most én is megérintem. Utánzat. Ja igen, itt lehet beöltözni. Itt lehet beöltözni. Hitták, hogy korhűruhákba is be lehet öltözni. Ez lesz szerintem a várnak a kápolnája, hogy elnézem, nézzétek meg. Ez a várnak a kápolnája. Gondolhatjátok, hogy itten a csatára került a sor, itt megáldották a vitézeket. Na, hát ki lehet rakni különböző képeket. Látod? Megkeresed a párját. Na, biztos nem. Így egy orr. Egy orr kell, orna, az a más, ornak a másik fel, látod? Ezt a kirakod a kinizsit. Kinizsipál. El tudod olvasni. Itt akkor elkészítem a videót, én is otthon elolvasok mindent. Ez alapján, amit most nektek mutatok. Kenyérmezei csata. Kenyérmezei csata. Leírják.
Közben lépcsőzök. Számszerű. Látod? Ott a kerte. Megfeszült. Zin. Oda betámasztotta, oda tette a nyílveszőt, aztán zsupsz. Kin is a halála. Azért ezek a festmények nagyon szépek. Mikor Kinizsi meghalt, idehozták a pálos korostonba, ami ma már romos, ilyen lehetett a szentély. Ez körülbelül innen olyan 800 méterre van ennek a romjai, kolostor romjai. Kenyérmezei csata. Megyünk a lakótorony felé. És mindenhol ugye be lehet menni a tármekbe. Most ide bejutottunk ide. Nem is tudom, itten. Ja, itt lehet enni, inni. Tudsz enni, inni. Ja, itt a kapu, igen. Jó, hát akkor úgy néz ki, mi most már a lakótoronyba megyünk, de majd ugye hova nem mentünk le az előbb az udvarba, ugye errefele, és végig fogunk majd gyalogolni. Majd az udvart is megnézzük utána végén. Akkor megnézzük. Ezt nézd meg. Hány száz éves, ugye? Itt megyünk majd föl. Uradalmi börtön. Meg a vár nagy szobája. Na, ebbe azért fér bele pénz, pénzes ládába.
Ja igen, itt voltunk lenne az éléskamrából. Látjátok, azt a vaddisznót föl van akasztva, azt már mutattam. Én az első emeleten vagyunk, úgymond. Valamikor itt ki lehetett nézni. Aha. Ott tudott írni. Nagyon jó. Akkor fölmegyünk a felsőbb szintekbe. Menjünk a második emeletre. Gyerekek, hogy meg vannak hova, figyeld. Kapaszkodni kell. Majd aztán itt megyünk tovább. Menjünk a második emeletre. Magyar Benigna szobája. Itt hímzett. Itt egy pihenő. Itt egy ablak. Nézd már a bisztróba, milyen sokan nőnek. Annak az étlapját mutattam. Itt a barbakán. Megyünk fel a harmadik emeletre. Na, megyünk tovább. Na, nézzük itt is, mi van. Vázsony úrnője. Tovább nem mehetünk ott. Ilyen hangulatos lehetett itt kiülni az úrnőnek. Itt azért már magasan vagyunk. Nem tudom, itt mi lehetett. Bemegyünk a szobába, Magyar Benigna hálószobájába. Ja, itt is ez a kemence.
megyünk tovább. Na, hú, a szárny emeletes lesz, gyerekek. Itt még van, és nincs lezárva. Majd még megyünk. De mert azt keményeket mászni kell ám. Ah, gyerekek, azt nézd meg. Azért elég magasan vagyunk, és még nincs vége. Milyen itt a kilátás, Bella? Megnézzük itt. Ja, hát magasan vagyunk. 16-17. századi fegyvereket láttok itt. Tehát az 1500-as török kelleni küzdelemben is volt ilyen, mert ugye ez a 16. század. 16-17. Hát ez az alabárd ismerős. Az őrség szobája. Na hát, ha nézzük akkor. Mit lehet csinálni? Mint akkor meg is töltjük így a fegyvert, nem? Hó, gyerekek, ha ez régen is ilyen nehéz volt, már pedig azt elég volt tartani, na! Bum! Felség, mondja a kamera, hát nem hiába van ide téve, ez csak egy utánzat, meg lehet fogni, nehéz, milyen nehéz. Hát ez a lőporos szaru, elöltöstős fegyver. Beletették a lőport, beletették ilyen bőrdarabkákba, becsomagolták a lőszert, a lövedéket, hogy mondjam. És becsomagolták, hogy ugye ne essen ki. És ilyen tömő pálcikával, ezzel a rudda, itt ami itt van, ezt ki lehetne húzni innen, látod, mozog. Azzal betöntötték mögötte a lőpor, ugye így le van folytva azzal a bőrdarabkával a golyó, és ezzel a begyújtó szerkezettel, ez most milyen kovás volt, vagy mit tudom én, és ezzel csináltak ide szikrát, és akkor vum! Tehát ilyen kalibert gondoljatok. Na hát ez volt a korabeli fegyverek, ilyenek voltak, kezdetlegesek. És na itt látod a kovát. Itt van benne a kovakő. Látod? Ott van benne a kovakő. Ott látod. És nem tudom, ez amúgy működne? Hát nem tudom. Nem tudom, de elég jól néz ki. Tehát jól megcsinálták. Ez ilyen utána gyártott dolog. Látod? Lőfegyverek. Látod? Látod? Olvasd el! Na, megnézzük ezeket a bárdokat, meg lándzsákat. Ja, szálfegyvereknek hívják őket. Olvasd el, itt vannak. Kardok és szabják, azok meg itt vannak. Ezeket is megérintheted. Megfoghatod. Mindent megfoghatsz, megérintheted. Megfoghatod, nem csalás, nem ámítás.
beöltözhetsz ebbe a korabeli az őrségnek a ruhájába. Főhúzhatod magadra ezt a, ez a nadrág, látod? Nadrág, felső. Na hát. Hú, magasan vagyunk. Még mindig megyünk felfelé. Ez volt az őrség szobájának pitvora. Eljünk föl. Jó, fölértünk. Azt mondja, alacsony ajtó, vigyázzon. Hát minket ez nem veszélyeztet, ilyen törpenővésieket, mint mi vagyunk. Hát bár, igazából én is be tudnám verni a fejemet. Hú, gyerekek, fölértünk a tetejére. Fölértünk a tetejére, amikor valahol, valamikor ez padlás volt, ugye láthattuk a leírásba. Ez a rész. Mert ugye ennek ilyen időben volt ilyen sátor teteje. Őrések. Ja, ezt láttak régen. Ezt látjuk most. Látod? Nézd a domborzatot. Ezt látták régen. Aha. Ezt látták a koránbeliek régen. Ott az út, most. Látod? Tudjuk, veszélyes fölmászni. De azért mi ideállunk az ezer éves, több száz éves kövekre, kopott kövekre, tiszta, sima. Olyan sima, mindenhol néztem, nagyon sima. Ugye kikopott itt álltak. És most belegondolok, hogy itten ott fut a török. Ezt adok neki ennyi veszőt. Hó, hogy esznek, figyel. Mi majd megyünk a szófőre, azt teszünk. Itt is előrés. Jó magassal vagyunk. Mit szólsz? Beleéted magad? Tiszta jó. Tiszta jó a hangulat. Lobog a trikolór. Mielőtt kimennénk újból a farkasvármán keresztül, ugye, hidon keresztül, megnézzük itt az udvart is. Majd arra is elmegyünk. Amúgy láttam halakat bent. Ott valami ugrik, az egy béka volt például. Milyen színű hal volt az? Pirosas. Hát, de most lement. Családda beálltok ezt a fényképeztek egyet. Tehát ez a külső védmű, ez meg a belső védmű a lakótoronnyal. Látod? Mindenhol ez a megtámasztás, látod, hogy ne dőljön el. Amúgy sok helyen a várfal körülbelül volt, hogy 2-3 méter vastag lehetett látni, amikor átnéztünk a lőrésen, de valahol sokkal vékonyabb. Mondom, attól függ, hogy hol kaphatott a legerősebb tüzet, azt ott arra csinálták vastagabbra.
Na látod. Azok ide beszorultak, ha betörtek, akkor innen dobálták őket. Ha jól megnézitek, ez egy pottyantós WC. Ott fönt beleütt, és ide lepottyant a dolog. Látod? Ott a luk. Ott itt gondolom ilyen magas faállványzat volt, amiről a katonák tudtak haigálni, lövöldözni. Szint ugyanúgy, ezen a felén ilyen mini barbakán. Itt valószínűleg vár körül. Itt ez végig vizes árok volt. És azok itt bejöttek kívülről, beleestek a vízbe. Tehát ott láttad a farkas verem ottan a híd alatt, barbakán és ittan a lakótorony között ott a víz. Én nem tudom képzelni, itt az egész vízbe úszott. A falak között itt víz volt. Nehéz legyen az átkelés. Ugye a cölöpöket azt látod, a hegyeseket? Régen voltak cölöpvárok is. Na, kifelé vezet az utunk a Kinizsi várból. Bemutattunk mindent. És majd megkérdezzük a kapunál a hölgytől, hogy a Pálos Kolostor pontosan milyen messze van, de szerintem olyan 6-800 méter. Hát itt is el lehet tölteni egy jó másfél órát. Meg lehet többet is, 2 órát is, 3 órát is. Attól függ, ha filmet is akartok nézni. Várárok. Hát igen, körbe volt itt vízzel. Ahogy Kőszegné, meg sok helyen Sárvár, meg a többi várna. Gyerekek, tudják, megyünk a kajáldába, hallottátok? Búcsúzunk a vártól. Érdeklődtünk, hogy a Pálos Kolostor nincs olyan messze, a temetőnél van valahol, és el fogunk oda most menni. Addig is, ha nem találkoznánk most, azonnal ebbe a videóba, akkor sziasztok! Köszönöm.